Következő dal a lemezről a Boldog Színapot Rohagy Meg című funky track. Funky track! Igen. Igen. Ez is egy Giorgio dolog, úgyhogy mesélj a szövegéről, mert ez szerintem kurva jó. Szóval a Boldog Színapot Rohagy Meg azt az ilyen érzést próbálja feldolgozni, nagyobb-kevesebb sikerrel, amikor már egy ideje szakítottál valakivel, vagy szakítottak veled, tök mindegy, és igazániból így, tudod így, azért így vannak ilyen pozitív érzéseid, de másik felől nem értem, hogy jó, hát mégis csak együtt voltatok egy ideig, minden viszont másfelől meg rohadj már meg, szóval hogy így, hát igen, eredetileg inkább nem, vagy hogy így kisípolod, akkor mondhatjuk, hogy eredetileg a dalnak azért van a cím, hogy Boldog Színapot, mi mit akartál te? Az édes Igen. De egyébként szerintem ez nem csak, mert hogy ez nagyon-nagyon úgy hat a legtöbb embernek, hogy itt szakításról van szó. Hát legalábbis nekem úgy volt. Igen, amikor, igen. De lehet ez más értelmes. De hogy ez bármilyen, egy tök mindegy ilyen haverod, akire mondjuk azt hittet, hogy a legjobb barátod, aztán pedig tögeci volt veled a múltból. Igazán bárki. Amikor az előbb kérdeztem, hogy káromkodhatunk ebben, és azt mondta, hogy nem. Akkor így azóta mi történt? Tehát hogy nekem amúgy zeneileg is talán ez, nekem ez a kedvenc számolásról, mert hogy így zeneileg meg szövegileg is nagyon-nagyon egyben van a dolog. Yeah,